Sziasztok! Ez egy újabb filmbarátok audio kommentár, folytatódik az amerikai ninja maratonunk, és elkövetkezett ez a pillanat is, hogy a negyedik kultikus részt is elővesszük, és ez volt az a rész, ami elindította ezt az egész projektet számunkra, és ha amerikai ninja, természetesen itt kell, hogy legyenek a többiek is, úgyhogy itt van Gergő még. Hello! Itt van Sorter. Sziasztok! És Black Sheep is. Sziasztok! Oké, valaki készült. Na, hát ahogy már itt az előző adásokban mondtuk, hogy én annak idején láttam a negyedik részt, így munka mellett beírtam, hogy na hát ezt a filmet rég láttam, hogy még mindig kiállja az idő próbáját, és akkor láttam ezt a negyedik epizódot, amit gyerekként talán ezt láttam legtöbbször, és teljesen leesett az állam, hogy ez egy aranybánya, úgyhogy ebből audio kommentárt kell csinálni, és akkor részről részre megbeszéltük, kitárgyaltuk a látottakat, és elérkezett a negyedik rész. Tehát minden eddig az csak bevezetés volt tulajdonképpen. Hát az első az se volt gyenge, maradjunk annyiban. A második meg harmadik, annak voltak jobb meg kevésbé jó pillanatai, de a negyedik, ha az emlékeim stimmelnek, ez fergeteges lesz, srácok. És már nem emlékszem én sem mindenre, úgyhogy pár dologra igen, de szerintem sok dolog nekem is ismételten újdonság lesz. Úgyhogy igen, pár info a filmről. Annyira sokat nem találtam, tehát itt gyakorlatilag egyre olcsóbb produkció lett az amerikai ninja sorozat. Hát a negyediknek az a címe, hogy az új küldetés, és eredeti címe az Annihilation, és ebben a részben ugyebár visszatér Michael Dudikoff, ő a harmadikban nem volt benne, viszont ez nagy tragédia számunkra, a mi hősünk Steve James sajnos nem vett már részt, ellenben benne van a harmadik részből ismert Bradley, David Bradley, és ők ketten benne vannak ebben a filmben, ugyanakkor a Dudikoff, Bradley elmondása szerint csak akkor ment bele ebbe az epizódba, hogyha úgymond nincsenek egymásra utal, tehát a Dudikoff saját maga ura akart lenni, meg ilyenek, tehát kicsit ott az ego már benne volt a szerepvállalásban. De ilyen képességek elő megteheti? Hát abszolút, tehát igen. És illetve, hogy ezt a filmet Leszotóban forgatták, ez otthon Afrika déli csücskében, egy kis ország, de egyébként alig találtam valamit. Beírtam, hogy Amerikai Ninja 4, és egy iszonyat részletes Wikipédia oldalt találtam, de ami csak azzal foglalkozott, hogy milyen fegyvereket használtak a filmben. Na akkor erre mi is nagyon térjünk majd ki, mert ez fontos. De elképesztő, halljátok, hogy ilyen képkockákkal, ott olyan ilyen típusok, meg minden, mondom, beszarok. Tehát azt nem fegyvergyár izé reklámozta? Hát én gondolom, ilyen fegyverbuzi társulat, vagy én nem tudom, de azt nem találtam meg, hogy mennyibe került a film, de az, hogy milyen kaliberek vannak, azt minden részletében. Hát add össze, hogy melyik fegyver mennyibe került, és akkor annyi valószínűleg. Jó. Na, úgyhogy ez... Valószínűleg olcsó volt, mert Steve James-re nem kellett már pénzt adni. Igen, a legkeményebb fegyver már nincs itt, Steve ja, James. Az ő kardja. Hát neki külön bejegyzése van. Akkor aki esetleg nem látta az előző három audio kommentárunkat, az először is szégyellje magát, mert úgy illik, hogy nem a negyedik része kezdjük, de ha esetleg, akkor igazából ezzel a filmen is el lehet kezdeni, mert így is működik, nem lesz túl komplikált a történet. Na hát. És ez úgy fog zajlani, hogy mi visszaszámolunk majd, és akkor elkezdjük együtt a filmet, és ti is akkor kezdjétek el, illetve próbálok meg én összerakni egy ilyen mixelt verziót, hogy hallani a háttérben a filmet, és utána minket is, aki a legkényelmesebb verziót szeretné, ezt majd a leírásban megtaláljátok, de így is külön is letölthető, úgyhogy rátok bízzuk, hogy hogy akarjátok nézni ezt a fantasztikus filmet. Na, egyéb dolog, vagy kezdhetjük is akár. Hát miért nem kezdtük el eddig? Nagyon. Ez a helyes hozzáállás. Na, úgyhogy akkor... Steve James legyen velünk. Így van. A film 1 óra 39 perc és 36 vagy 37 másodperc. Igazából azon az egy másodpercen nem múlik semmi. Úgyhogy akkor el is kezdhetjük, és akkor visszaszámolok. És akkor 3,
kettő, egy, indul. Oroszlán van mindenkinél, ugye? Igen. Jó. Nálam egy fóka van. Gergő az Asylum verziót szedte le. Ja nem, várjál, ennek sörénye van, akkor lehet, hogy oroszlán fóka. Most jött a Canon, most villog, igen. Csillog, villog, na akkor talán ja. Szinkronban leszünk. Múltkor valaki, azt hiszem Gergő elcsúszott egy kicsit. Igen. Milyen ironikus, hogy egy film, ami tele van fegyverekkel, és másról sem szól, és a stúdió neve Canon. Igen, hát az egy hírhet B-stúdió volt, igen. B-film stúdió. Mindegyik amerikai ninja ilyen hegyes tájjal indít, nem? Új küldetés. Nem, az nem első emlékszem. Dzsungelbe volt. De más egy vadúszót követünk, ja nem. Hú, hát ez meg olyan, hogy igen, a gonosz. Itt most epik alázás lesz, gyerekek, készüljetek. Ez miért lő fölfelé? Mert üldözik a ninják. Most jöttek ki Michael Dudikoff. És repülnek a ninják? De ez is akkor kitétel volt, hogy Michael Dudikoffot írják ki először, és csak aztán David Bradley-t. Igen. Persze, hol van David Bradley egy Michael Dudikoffhoz képest, de most komolyan. Hát ő volt az előző amerikai ninja. Hát és éreztük is, hogy ez nem az igazi. Ez eddig lehetne egy Predator film is. Amúgy igen. Nimrod egy kicsit ügyesebben nyújt hozzá, de amúgy igen. Lehet, ezt a hallgatónk vágta újra, és nem tudjuk, hogy ez egy sci-fi környezetben játszódó cucc. Ez olyan most, mint az első résznek a nyitánya, hogy így rögtön bele az akcióba. Az volt igen. Olyan. Hát ez most menekülnek észvesztve. Dudikofftól? Dudikofftól felesleges. Nézzük a ninjákat, hogy mennyire prominensek ezúttal. De még mindig rejtőszínben dolgoznak, ahogy látom. Hát nézzetek oda, hát profi. Hát... Nem, hát... Nem valami kompetensek. Na, de lenyomta, jó van. De ez olyan kiképzés, hát miért nem ölte meg, csak melbe könyökölte? Na csak, ez az. Erre most nincs idő. De megvárja, amíg előszedi a cuccát. Igen, minden. Már csak igazából rá kellett volna tenni. Most tudtok igazából... mondani egy másodperc számlálót? Hogy 2 hogy perc 30. 2:30, igen. 2:33. 34, 35, 36. Akkor egy másodperc el vagyok csúszva. De puha. Szerintem az nem baj. Majd spoilerezek. Az időutazó Black Sheep. Igen. Az nagyon komoly, igen. De nézzétek, hogy el vannak bújva. Igen. De ilyen tempóban, hogy tudsz üldözni valakit, hogy konkrétan hogy totyogsz. Hogy lefaltozott a ninja? De egyébként ez eddig egy Rambó is lehetne, akár. Rambó 3-nak elmenne? Hát amúgy annak igen. Igen. Az se volt nagyobb baromság. Mondjuk egy nyuanszal azért átványosabb volt. Az jó. És megint bazd meg nyillal mész fegyveresekre. Ez az. Ez már annyira az elsőben is működött. Annyira bírom, hogy a ninják itt vadásszák ezt a néhány embert, és gyakorlatilag már 2-3-at megöltek, de a ninják közül meghalt már vagy 20. De most, hogyha ezek itt megállnának, és elkezdenek rájuk lőni, simán meghalna az összes ninja, egyébként nem? Igen. Mi így valahogy. Ezek minden. A lassított esés... Jézus, hadd lehet egy... Meddig lassították ezt, basszus? Nem is volt Gergő, olyan azért látványos esés. Ne hidd azt, hogy a golyó mindig fog rajtuk. Hát azért csak kéne. Oké, okay, hát, hogy rejtőszínben vannak, jó, és így nem veszi észre a golyó. Ez annyira jó, hogy Freddy előre sejtett dolgokat. Ez a Sub-Zero. Mistikussá teszi. Most meg már megálltak? Igen, most benn vannak a dzsungelben, és ez már menedék. Hiszik ők? Spoiler. Te igazából nem Mata így twist. Van. Aha. Mindenhol ott vannak a ninják. Igen, ez sokkal jobb volt, mint ha csak egyszerűen eldobta volna a hullát. És miért viszi fel a fára? Ez tényleg a Predator. Mert ott lakik a fára, és igen. Az hullát eszi. Nyomjátok már be azt a gumicsónak. Ez a trinja. És ez még bele is ugrik, hogy nehezebb legyen bele, vagy belőle. Ezt a rejét szórakoztak. Az ilyen gumicsónak nem olyan nehéz vízre tenni.
Messzire fogtok jutni, hogyha valaki húzza. Milyen jó fej egyébként, nem ám, hogy előbb húzták volna be a csónakot és beleülnek, nem, az az egy, az húzza be a másik ötöt. Azok addig ott voltak a víz alatt. Pontosan fejek, tudták, hogy ide jönnek majd a csónakhoz. Azok hát mióta ülhettek ott amúgy? A víz alatt? Hát nem láttátok a kis nátszálakat ott, amit... Igen, tehát csak kérdezem. Mint a Tom és Jerryben? Ja. Az a kardjuk, nem? Szerintetek túlélték? Jön a kötelező sztori magyarázás, ami senkit se érdekel. Nem, egy esküvőbe csöppenünk. Nem Steve James. Hát nem tudtam, elég. Hogy melyikük lett volna a mennyasszony ruhában, lett volna Steve James, vagy a fekete, aki kíséri a mennyasszonyt. Ha Steve James mennyasszonynak van öltözve, az IMDb plusz egy pont, minimum. Miért van ott Chris Rock? Vagy Chris Tucker? Nem tudom melyik. Egyik sem. És Leslie Nielsen? Ez nagyon all-star film. Komolyan megtámasztotta a kezét a köpenyével? Szerintem csak lehugyozta magát, és így akart eltakarni. Vagy merevedése van. Az apuka úgy nézett ki, mint Eddie Murphy valamelyik ilyen... Ja, beöltözős Eddie Murphy. Fetszútos filmjében. Az úgy néz ki, mint a Cillian Murphy. Nagyon fiatalon. Ott meg hátul Christopher Walken. Jaj. És valahol Danny Trejo is itt van. Danny Trejo mindig ott van. Ez itt Steve James fia amúgy? Nem hiszem. Na jó, én iszok, hát ez nem igaz. Olyan, mintha lecsúszott volna a nantrákia. Ahogy a az sokkal kevésbé, lesz. Sokkal kevésbé kellemetlen, mint ha csak elsétált volna. Ja, hogy őt is viszi magával, értem. Ja, csak így elviszi melózni. Remélem, a limóval mennek. A limóval mennek, igen. A friss házasok limóval? Biztos ez... lesz róla a poén, hogy ők a friss házasok. De amúgy ez az igazi ünneprontok ünnepe, nem? Hát az a film azért merített innen. Úgy, ahogy van, csokornyakendőbe, kis virággal ide. Hát mondjuk végül is ez logikus, hát siettek, tehát most ja, hát mondjuk végül is ez... Miért van rajta az arca a mellkasán? Nincs ott fölötte egy a nyakán az igazi feje? Mi? Ezt én sem értem, én most Gergő, ne haragudj. Hát oda ki van rakva az izé a mellkasukra, a névtáblájuk, arca, minden. Hát azt úgy hívják, hogy igazolvány. Ez papírból van. Ez nem hát, egy kártya vagy valami. Ez az amerikai ninja. Egy Canon filmről beszélünk. Hát jó, de én ezt hiteltelen számomra. De annyira megtaláltuk a leglényegesebb pontját a filmnek. De az a 4-1 kártyával inkább az a fura, hogy arránytalanul nagy. Kicsit. De Predinek nincs is igazolványa. Neki nem kell. Nem lehet ott. Neki nem kell. Lehet ez lesz a fordulat, hogy egy szellem? Nem beszél hozzá senki. Na figyeljetek. A passiót nézik. Igen. Basszus, ez tényleg a Chris Rock. Kerékbe törték szeg. Piros ninja. Ez tuti főnök, hogyha színes. Na. De fejlődnek, most már tudják, mik azok a ninják. Előző részekben ez sem mindig ment. Ekkor volt már Wikipédia vajon? Hát. De nagyon unják a fokjuk. Igen. Képzeljem a rendezi utasítását, nézzél csúnyát! Kiszagolja a média, hogy a ninják elraboltak embereket? Pont az lényeg, hogy ők csendesen csinálják, nem? Igen, ez mondjuk ezek egy kicsit nem. Nekem sem összeegyeztethető, hogy ezek már inkább terroristák, nem? De meg valami vörös hadsereget emlegettek itt az előbb. Hát már vörös hadsereg és vörösek a ninják, érted? Na ne.
Tudtok szólni, amikor 10 perc 10-nél vagytok? Miért addig alszol egyet? Nem, addig kicsit elszartam az indítást szerintem. Mindjárt. Jó. Nem is nézzük a filmet, csak a számára. 3, 2, 1. Most. Alatt vagyok. Most. Akkor nálunk is van egy kis csúszás. Na, nem, nekem, én megnyomom a startot, akkor ilyen másodperc késéssel indul el ez a... Szerintem a lényeget érteni fogjuk. Ja. Erik Roberts kis testvére. De tényleg amúgy nagyon hasonlít rá. Ninja! De ezek még a szokásos amerikai ninja féle béna ninják, nem? Igen. Miért fosunk? Várd ki a végét. Ajaj. Freddynek tényleg ezek az elejtett mondatok. Ezek már mega ninják? Legalábbis a film első felében. Utána megint ilyen... Hát második felében megjelenik statisztek. Daddy Kof, és onnantól nincs esélyük. Ötödikben amúgy játszik a Daddy Kof? Nem. Szerintem ott már a Bradley se. De a Bradley, igen. Oh, és azóta se játszott semmibe valószínűleg. Jó, hát eddig érthető a sztori. Hol van ebben a komplexitás? A művészi érték? Ebben vannak fegyverek. Sok. Hát nem láttam még. Nyilakat láttunk. Ez eddig mit, miért áldogált itt az ajtóba ennyire közel? Vagy érted? Paintball lesz, ez az. Ez most valamiért a Rollerblade filmeket jutatta eszembe, hogy így öltöztek. Azért el kell ismerni, hogy pörgősebb azért, mint a másik, hát meg a igen, harmadik. Igen, ez 12 perc alatt több akciót vonultatott föl, mint a harmadik összegészében. És akkor most jön a halálos iram jelenet, ahol kiugranak a Halo Jam? Igen, az is koppintott innen. Meg a Mission Impossible? Ja, csak nem autókkal ugranak ki, meg Tom Cruise-ostól, hanem csak repülőkkel, meg helikopterekkel ugranak ki. És fölfele ugranak. Fölfele repülnek. Itt legalább voltak, itt felküldtek ejtőernyőzni, az is valami. Hát, vagy csak éppen ott volt valaki, és felmették. Valószínűleg, igen, egyébként. Tök jó lesz. Hát ez a Birdemic mentalitás. Hát, vagy Walking, ott vagy egy autóbúr kell a jelenethez. A Walking Dead csinálja még ezt. Na jó, azért ne sértegessük a filmet azzal, hogy a Walking Deadhez hasonlítjuk. Igen, a Birdemic az oké, az bármire persze, mondhatod, az, de azért a Walking Deadet azt azért. Na, vannak határok. Majd lesz egy zseniális kontaktember. Ő lesz a folyamán öltöző? Ők igen, is ilyen tök jó terepmintában vannak. Lesz egy... igen, erre majd gondolkozz vissza. Ez, azt hittem, még mindig az ing van rajta, komolyan. De mondjuk fura. Tényleg az ing van rajta. Amúgy. Amúgy igen. Most mi volt itt amúgy a dress code egy küldetés? Az a bőrkabád. Igen, az bőrkabád van. Az meg úgy néz ki, mint egy könyvelő. Az erdőbe. Beszarok. Mindjárt előkapnak egy Mike James szendvicset is. Egyébként, ha már itt vagyunk. Akár piknikezhetünk. Igen, miért is ne? Szép az idő. A fickónak rékasigárolja a hangja? Képzeljétek, igen. Oh. Képzeljétek el egy összekötő embert. Egy puska embert. Az összekötő. Ja, azt hittem. Mi ez a kisrác a Indiana Jones 2-ből, nem? Előfordulhat. Még a fogai se nőttek, ilyenek tejfogai vannak, nem? Nem ő az. Mármint nem az Indiana Jones-os. Megnézted a IMDb-n? Ez az első film szerepe. Úristen, játszott és a azóta. A Védhetetlenben játszott, és kb. Ennyi. Gyerünk, Pongó! Ahogy mondod, Pongó!
És itt vége is a filmnek, nem juttak el sehova. Az ötödik részben odaérnek. De azért ez kicsit irreálisan lassan megy, nem? Hát ez crossover. Lefelé. Ez egy crossover a Bud Spencer és én a vízilóakkal vagyok. Igen. Hasonló figurák mozogtak amúgy ott is, mint ez a Pongó. Shalom, you all! Gyakorlatilag a lendület befújta ide. Igen. Nem látom, hogy ezt az utasok tolják. Igen. Itt a Flintstones-ban így a lábukkal hagyják lenni. Vagy nagyon szigorúan büntetik a gyorshajtást. Mondjuk azt adnám, hogyha olyan rímelve beszélnének, mint a Flintstones család szinkronjában. Nem is kéne hozzá kommentár. Néha belegészítünk a röhögéstől. Mit gondolt az az ember, aki ezt adta a színészre, ezt a rózsaszín? Ezt sem tudom képzelni. Én az övé nem tudok túllépni. Igen. Mi van az övével? Még nem is szúrtam ki. Hát az övé az öve. Nagyon rossz. Jó, de tudod, diverzitás van, az nem baj. Oh, egy ázsiai fickó, ez tuti ninja. Azok a hangfalakot hátul aztán kellenek is ehhez. Azok nagyon metál van, gyerekek. Az esti bulihoz kellenek majd. Igen. Erről jut eszembe. Nagyon nyomják. Ezekről a ruhák jut eszembe, hogy most párhuzamosan van a Will Smith koncert. És erről a ruháról jutott eszembe? Nem valószínűleg ugyanezek a zenék mennek. Hát a Fresh Prince. Tudom. Értem a hivatkozást. Megölték a hangulatot. Ezt sose értettem filmekbe, hogy ez most ölelgeti a kisrácot? Besétál a főhős valamilyen kocsmába, és mindenki így ránéz, pedig semmibe se különböző, vagy különbözik az ottaniaktól. Hát de a Bradley bőrkabátban van. Amúgy muszáj lesz találnom, ez tényleg olyan, mint Kirian Murphy. Igor. Ahogy a klasszikusban mondták, angolosan Igor. Igor. Hú, nagyon... Most ennyi volt? Igen. Kemény volt, Bradley, kemény. Igor alszik, Igor nyugszik. Lehet amúgy, hogy szegény autista és nem ide a hozzáérnek. Nem. Tényleg nem bírja. Nem hagyja, mert nem ért hozzá. De nem csinál semmit. Igen. Ez azért jó nagy köcsökség, hogy egy mentális problémákkal küzdő embert kezdenek el verni. Ritkán hallani ilyet, de ezzel még én is elbántam volna. Jó, de Freddy, aki meg tudja csinálni a rómás pózt, az mindenkit megöl. Felöltözve. Hát így gyakorlatilag bárkit, bármikor. De csaj, hogy kupán vágtam a csávót. Ez zseniális. Így ő is részt vett az akcióban, és elmesélheti otthon, hogy én voltam a hős. De azt képzeld el, amikor otthon mutatta a filmet az asszonynak, meg a szüleinek, hogy nézzétek, ott voltam. Vagy hányat bír megverni, vagy mi? És ehhez kellett, hogy egy biliárd asztalt széttörjetek, jó van. Azt jó a... lehet az üzlet. Majd a biztosító kifizeti. Hmm. Ez még csak egy morcos fickó, akit megcsalt a felesége, de azt hiszik, hogy kidobó. Család! A család témát gyorsan lezárták. Hoppá. Super cella 3.
Hú, Igort éppen tetoválják. O'Reilly. Igen, érdekes neve van. Miért van itt a fegyőre a halálsoromból? Ezek a hálós ingek, hogy kimentek a divatból. Nem baj. Szerintem sem. Ez vak? Ez fölfelé céloz, ez nem rájuk. Hátba fogja lőni a gonosz. Ez most megmagyarózta? Igen. Mert hogy oda nyúlt volna. Itt olyan Metal Gear szolidos az egész. Furcsán köszöntik az emberek ebben a filmben egymást. Lelőtte a kalapját a fejére. És vérzik a kalapja. Ez egy érző kalap. De ha a kalapját lőtte le, hogy halhatott meg? De várj, korbács is van nála. Bizony. Most kötik a szerződést. A Ninja 50 árnyalata. Ugye, most nem mondjuk semmi misszionáriusost, jó? Inkább ne, egyetértek. Ez most kezd kellemetlen lenni. Inkább lovaglósat akkor? A klozet! Wow. És a mosdónak fordították a klozetet! Nem hiszem el! Tényleg? Nem hiszem el! Jézus! De milyen nem. Jó fej dolog amúgy tőlük, hogy nem az előtt ugrottak elő, hogy szerencsétlen még meg tudták volna menteni. Hé, ez az én, igen, ez én kocsmám. Freddy's. Tényleg. Mentek onnan? Termék megjelenítés tartalmaz. Mennek, nagyon meghallották, hogy a tiéd. Úristen! Na, menekülnek is. Mondjuk nem biztos egyébként, hogy rosszul fordították, hát nem tudtuk, hogy mi volt ott a szekrénybe. Lehet azt használták mosdónak. Jézusom! Tehát ilyet hobbi fordítók nem csinálnak. Hát legalább tudjuk, hogy a magyar fordítók is pont annyira leszarták ezt a filmet, mint körülbelül mindenki más. Ez olyan, Freddy, mint amit kitettél, az a jó barátok, hogy ez eszembe jutott, hogy hálás vagyok a nyelvemért. Ja, igen. A tongból, tanglet. Igen. Részében voltam. Így szoktam szórni. Itt a szárítón is olyan ruhák vannak, mint ez a... Tehát ez a Fresh Princess ruhák. Ja. Hiányzik Steve James. Nekem is. De Steve James nélkül már nem az igaz. Nem. Folyamatosan hiányérzetem van. Most egy nagyon jó jelenet. Itt lesz Steve James. Hát... Pár év múlva, igen. Jó, de miről? Jaj, de rossz poén volt, Freddy. Ilyen fura frizurája. Minek örült ennyire ez a csaj egyébként? A frizurákat már az előző részben megszoktuk. David Bradley. Ezek fáznak és bejöttek betakarózni? Bad boys. De sapkát le se venni a fejéről. Ez nem fekszik be. Ő elbúj egy olyan asztal mögé, aminek csak lábai vannak, és semmi takarás nincsen. És ilyen ruhában boncol egyébként. Igen, hát ez teljesen... És mosogató kesztyűben, igen. Az a rendőr ott kilóg a sorból. Annyira király lenne, hogyha lenne itt egy olyan jelent, mint a South Parkban volt, amikor elbújtak a
halottnak a gyomrában. Azt hiszem Cartmanék talán. Azaz mocorogjál még. Most biztos, annyira, büdös, annyira büdös ez a katona, hogy a hulla mellett fekvő is befogta az orrát? Aha. Rossz film szag van szerintem. Azt kéne megnézni, akinek nem lóg ki a lába. Tehát ennyi. Ja, és így nem tűnik. Nem, abszolút, nem feltűnő. Végül is a fejének csak a 80%-a látszik, és semmi gond. Legalább lenyalta volna a haját, hogy valami. Mortírban volt ilyen mesterséges intelligencia. Még úgy is néz ki, mint egy mortír katona amúgy. Tényleg mortírban volt is ilyen, hogy oh, it smells in here. Igen. Ha gránátokkal kezd el harcolni ez a fickó, akkor nagyon gyanús, hogy a mortírból jön. Günther Gránát? Nagyon, nagyon családias lett a hangulat. Itt a hullaház közepén, igen. Ja. Már van és fognak? Majd a végén. Spoiler. Bár lehet, hogy Dadikoff lenyúlja tőle. Dadikoff mindenkit lenyúl már alapjánaton. Hát azért mégiscsak, ja. Most már Steve James sincs itt, hogy visszafogja, úgyhogy Dadikoff most már teljesen elszabadul. Ez szörnyű. Félelmetes. Nem az képes simán elengedett. Igen, tehát ez nagyon úgy tűnt. Tehát milyen lehet, hogyha valakit úgy leszar, ha ilyen, amikor üldözi. Még 20 perc a mesterig. Ez a csaj, ez mindenen vigyorog. De észrevettétek? Hát bármit ilyen ebolásokkal neki, dolgozik. Hát bármit mondanak neki. Jó kedved lenne. Hát meg igen, örül, hogy élőket lát. Tehát ez egész nap hullákkal. Hát ránézek erre a főszereplőre az arcára, hogy élő. Hát, a mimikáját nézve nem biztos. Hogy mivel szaladgál a Bradley? Kard van nála, vagy micsoda? Nem, az a valamilyen táskája van, azt hiszem. Hát ez egy hosszú izé. Abban nem tartasz semmit. Hát te nem. De ott van Jorah Mormont. Büntetés lesz. Kutya, kutya, kutya! Nem a macska szokta, hogy? Az elviszi a nyelvet. Ez nagyon volt, mint a véletlen lett volna. Igen, ez nagyon véletlen volt. Őt magát is meglepte. Ó, Igort elkapták. Oh. Milyen szépen artikulál ez a fogal. Ez a vágás, ez valami iszonyat. Tehát könyörgöm, ne már. Igornak már van egy lőcsem a fején, érted, de őt ezzel zavarja. Egy kicsit ilyen Hodor-szerű karakter, nem? Hodor. Igor. De tényleg, ő tényleg ilyen kicsit visszamaradott lehet. Hűha. Hű. Na jó, értelmesebb, mint Hodor. De most ő honnan tudná, hogy kik ezek? Azt is ismered meg igazán, aki megver. Oh no, Igor is dead. De Igor nagyon furán halt meg. Így oldalra tette a fejét, hogy hát a jó. Mint hogy csak táncolna. A diszkopatkányokban volt, vagy rázták így a fejüket. Mit se pedig itt ennyire? A body count az nem kicsi. És ennél csak több lesz, remélem. Hát mindjárt jön Dadikoff és feltolja a body countot a picsába. Én addig pisilek ennél a fát. De milyen effektíven menekültek, amúgy csak itt szépen lassan pipiskedtek hátra. Mondom én, ezek piknikezni készültek, csak megzavart őket a sok izé. Sok gyilkolászás. Ja, meg ez... volt ott egy paróka, nagyon furán mozgott, de nem vettem róla tudomást. Ez a fickó ilyen magas, vagy egy lépcsőfokkal magasabban jár, hogy mindenki ilyen magasabb legyen. Gólyalában.
Megértette. Abnormál. Ki a faszabod ilyet egy emberre? Nem abnormális. Rosszul szituált. Tökfej. Pupák. Pernahajder. Most megidézi oda a szellemét? Miyagit, megidézi Miyagi mestert, aki még mindig a nagy kertet... Nem, ott ül a tóban. A tóban ül. A tóban ül, és első rész óta próbáljuk kideríteni, hogy mit csinál ott, de ezt már kezdem elengedni. Ez mi lesz? Ez fegyver? Na, akkor ezt cipelte, nem, Gergő? Aha. Ó, és tényleg? Okay. Ez valamiért most a Versus juttatja eszembe. Abba volt ez, amikor így szerelték össze a kardot. Igen, ja igen, igen. És a többiek erdőbe. Ilyenkor mit csinálnak? Hogy hát elbújtak. Van? Még osonnak háttal. Szerintem nézzük, hogy én ezt most meg nem hiszem, meddig szórakozik. Igen, ehhez ezt spárga nélkül nem lehet összerakni egy íjat. Ez minden szabálykönyv így kezdődik, egyes spárgáz. De ez mi volt? Lehet, hogy így hódol be amúgy az íj, hogy szélesebbet tud terpeszteni, mint maga az íj. De ilyenkor ő ezt élvezi, vagy... Hát teljesen milyen észszerű jelenet, ne? Milyen jó Isten történik? Itt gyakorlatilag a... Az elkapta felé a film két másodperc alatt beszólt egy halicskányi krekket, most itt ez történik. Ez beszarás, hallod? De egyik vágásról a másikra. De igen, tehát... Egy akció közepén vagyunk, a ninják állnak egy helybe, és hagyják, hogy lenyilazza őket. 11 másodperccel ezelőtt még meditáltunk most meg. Igen. Lehet, hogy ez de egész csak egy ott álom. Ott állt felük szemtől szembe. Hitman! Ezt hogy tudta megoldani így? Milyen életűen játszott el, hogy meghalt. Te cérnával 3 másodperc egy embert megfojtani. Hát persze, hát nem tudtad. És hogy került hogy oda került egy fára? Egy fára. Ez teljes rejtély. Most hirtelen a viperával megy rájuk. Konkrétan megfejelte a csuklóját, tehát ez történt. Fejeltek már téged csuklón? Na, még kettőt vágjál rá, hát. Ezek a legszorabb ninják ever. Ezt kell lelassítani, hogy fáj az ujja. Igen. A ninjának. De mennyire lelassítják? De nem ám a mozdulatot, hogy esetleg lássuk is, hogy hol üti meg. Ezért mondjuk ilyen hosszú ez a film? Elnézve, hogy mennyire nem sikerült úgy időzíteni, hogy tényleg ütésnek látszódjon, semmennyire se üti meg sehol. Az nagyon bekészült, csak kár, hogy háttal volt. Mindenki háttal volt. Mi a franc? És vezészóra fordultak meg. Hát ez teljesen. Nem mennek rá. Nem mennek rá. Kurva jó. És hirtelen nem ezt szelettek. Ez beírta a God módot, vagy nem tudom, vagy ilyen level 500-as, és akkor visszament egy level 2-es területre. Na hát, de miért ez? Látod? Ez mi a rossza? Ki a faszom az a Neo? Tudtam, hogy ezt tetszeni fog nektek. Matrix before the Matrix. De figyelj, várj, a cipőjével fogja agyonverni őket? Mert simán kinézném egyébként. Most ez nem lehetetlen ebből kiszabadulni. Édes Istenem! Na. Én nem tudom, hogy ez a kb. 2 perc mi volt az előbb, de marhára tetszett. Nekem nem, ez borzalmas volt. Ennél sokkal jobbakat láttunk a másodikban, még a harmadikban is. Emlékeztek a film elején, mondtátok, hogy miért nem lőnek rájuk. Hát ezért, mert ezeken nem lehet. Mert el tudnak fordulni, bazd meg, csípőből. Hát így azért. Van. Hát. De hogyha megütik az ujjukat, akkor belassítva jajonganak. Igen. Akkor arra van idejük, jó van. Érted, rálőhetsz, az nem használ. Kuklón fehelteted, az! Na, most jön gyerekek az epic kiképzés. Jaj, a kötelező, igen. És itt is megcsinálják azt a jóga poszt. Azt nem tudom, de mindenféle színben. Kiképzéseknél mindig színesben vannak. Azért igen. Ők is pénz ruhában vannak, tehát ők is ugyanott vásárolnak, mint a tényleg. Hát ez ilyen cosplay. És itt vannak a teletabik. Ez a légi felvétel, ez nekem tetszik. Drón felvétel az előtt, hogy laza lett volna. Ja. Before it was cool. Ez tök jó. Jó a zene is. Ja, ez teljesen jó. Teljesen oké. A zene kicsit ilyen fura, de... Na, filmhez igazodik. Mint tudod, a Family Guy-ba a 70-es évekbeli science fiction klisés film. Annak volt ilyen zenéje.
Jó, mondjuk most már mondjuk vége lehetne. Igen. Gyerekként ez a rész teljesen lenyűgözött. Hát igen, mert nincs rá. Ennyi harcos, mindegyik biztos valami más tud nagyon mindegyik jól. Mindegyik kikerülje a golyókat. Ja. Ja, elő vannak a nagyon a kövérek, hátul meg a gyerekek. Nem szeretném tudni, hogy ezt a ő hangot ezt hol rögzítették, mert... Miért van itt hirtelen egy arab sejk? Nem tudjuk. A Franco Nero először azt gondolta. A John Wickből szökött el. Ő a főgenya. Nála van a bomba. Hát a Nérónak van múltja a ninjákkal. Black Sheep, tudod, miről beszélek. Én tudom, hogy ne. Szép a monoklid. És hát meg fölhívhatnánk itt az unalmas rész alatt Károlyt, hogy jelentkezzen be a Will Smith koncertről, hogy ott mi a helyzet. Ez jó nagy seggfejség, hogy a szemtapasza ilyen tükröződő. Mi a szar lehet vele beszélgetni? Nem nézhetsz a szemébe. Mert lehet keresni a kamerát. Ja. Tükröződő is. Hát ez csodálatos, itt sétálgatnak fönt. Tehát érted, csak úgy átsétálnak. Az nem vagyok láttuk. Benne biztos, hogy a lábára érkezett. Szerintem a seggére érkezett. Igen, az nem hát tudjuk, hogy mutatták. Tudjuk, hogy honnan jött az American Ninja Warrior műsornak a címe. Minden film és minden műsor innen nyúlt. De érdekes, hogy az érkezést nem mutatják soha, tehát tényleg nem vagyok biztos benne, hogy ott... Ajaj. Az mind... Ajaj. Ez az komoly. Kasztrálás volt. Ezt is megtapsolja azért. Hát persze, neki ezt tetszik. Jaj, azt a papír masé lányzsát, Istenem. Hát úgy nem nehéz átmenni, hogyha a többiek operálják ezt az egészet. De ezt a csávót szerintem ez a film is szórakoztatná, mert úgy tűnik őt nagyon könnyű boldoggá tenni. Hát érted, ki kasztráltatnak valakit, az is tetszik neki. Jó, neki most hármat kitoltak, azt a másikat meg hattal csinálták. Ja, tiszta igazságtalan. Bunda. Mondjuk ezek legalább tudtak kardot forgatni, tehát... Na, mert valamelyiket föl fogják szúrni, köszönöm. Az viszont tényleg alufóliából van, nem? Hát főleg kiképzés közben, ahogy látom. És a szent háborúnak számít az is, amikor a kiképzésen a töködre esel? Igen. Na, valamelyik mindjárt szénnék. Hát, muszáj igen. Volt filmesztelenre vettőztetni. Hát szerintem, szerintem egy 4 évet dolgozott ezen a fizikumon amúgy, úgyhogy biztos, hogy emiatt csinálták. De érted, csak őt, tehát a többieket nem? Hát sajnos te. Nem, a társát is csak pikóig. Őt muszáj. És barkóbázni fognak életre halálra. Kő, papír, olló. Tartanak egy szeánszat, és megidézik Steve James-t. Annyira sajnálom, hogy nincs itt, mert minden egyes pillanatban elképzelem, hogy ha ő itt lenne, mi lenne más. Én is ezt csinálom. Már mindenki halott lenne. Igen, jelenetet, vajon egy Steve James-el. Vajon ebben a jelenetben most éppen mit csinál? Igen. És sokkal jobb úgy a film. Igen, tehát ahogy elképzelem, hogy előttem lejátszódik, sokkal jobb. Hát ő az órájából nem egy damilt húzott volna erről, hanem ilyen dupla pengélyű kardot. Ja, hát az a legjobb az egy tankot. Egy hidrokémból is Steve James-től tanult. Hát Bradley kém, hát ez... Hoppá! Na. Na most mi? Aztán jó mérges lett. Ó, hát... Na ez nem hagyja magát. Adtál körülötte bazdmegom, hogy 120 és egyesével mennek rá. Hát ezt a hangeffektet ki fogom menteni külön, és valamelyik videóban felhasználom, ez az elesős hangeffektet. Azt láttátok azt a csávót? Azt a nincs a fickó. Az nem jön most, ez felém jön. Mit akarhat vagy? Hú, milyen kigyúrt felső teste van, biztos veszélyes.
Látod, milyen a pörgőrugása? A ninjáknak milyen melege lehet most? Gondoljatok már bele. Az egyiknek tökre nőies szeme volt. Ott, aki mögötte volt, bal oldalt. Aki most, jön, itt rázza a dobarra. A szoknyás? Mindjárt az tényleg egy nő. Most mi, elfáradt, vagy mi történt? Ne, elvileg belefújtak valamit köpőcsővel, de nem ja, látom, ja, hogy ott köpőt ilyen is altató. Nem papírgalacsint. Bele a hajába. Lehet, hogy csak egy pici nyál ment rá, és ő pedig ilyen germofób. Még kellett volna egy ilyet utána, hogy mu. Na, hát már csak egy ember segíthet rajtuk. Jézus? Steve James. Tony J. Jason Statham. Azért ez a film nem annyira jó. Tényleg? Igen. Basz. Basz. De miért kell ez a szar a fejére? Hát úgy néz ki, valami elcseszett lovak cosplay, vagy nem tudom. De mint egy dűne karakter lenne. Igen, így. Figyeljetek, srácok, hány perc, hány másodpercnél vagyunk, mert nálam az előbb megállt? 41, 14, 15, 16, Mariel, 17, én is 18. Pont így vagyok. Pillanat. Nekem mínusz egy másodperc. Ha 42-nél vagytok, akkor szóljatok. Jó, de Freddy, nálad nem számít, te kívülről fújjad az egészet. Jó, ha 42-höz érünk, szóljatok már. Jó. Oké. És úgyse történik semmi érdekes. Milyen hülye vagy, két férfi van összebilincselve egy-egy karra. 39, 40, 41, 42. Sikerült? Hát most egy szakál, most a... Most látjuk az összes csávót. Most lenyomták a lábához. Most nyalogatja. Nem. Akkor az jó, jó. Nyalogatja. Ja, akkor meg én vagyok lemaradva. Nem, jól vagy. Tehát most akkor mi ketten vagy 42.07-nél vagyok most. Akkor nem jó. Ja. 42.17-nél szóljatok. Jó. 15, 16, 17. Jó. Nekem meg 42.30-nál létsz. Mikor ez történt ez? Legszórakoztatom audio kommentárunk ember. 26, 27, 28, 29, 30. Oké, okay, kösz. Nagyon na, most már nem nyúlok most hozzá. Is. Egyeztessük óráinkat. Külön ki kéne vágni a best audio kommentár pillanat ever. Ez már nem tudom, hanyadik, de még sose volt ilyen. Igen. Nem. Ezt most valahogy nem sikerült jól elindítanunk. Nekem de néha így, mintha le is állna egy pillanat. De a vágás egyébként kriminális, tehát én már nagyon sok szarul vágott filmet láttam, ilyen Kaptár 6, meg Elrabolva 3, meg ezek. Na az a baj, hogy a reakció közben vágnak. Igen. Tehát nem, vágják, nem várják meg, hogy megnézzük a reakciót, hanem ahogy eltorzulna ez... az arca szerencsétlen Krista Körnek, akkor utána. Igen. Ez ilyen iszonyú amatőr vágás egyébként. Tehát olyan, mintha olyan ember dolgozott volna a vágáson, aki ezt a filmet vágta életében először. Gondolod, hogy így volt? Én gyanítom, hogy lehet, hogy nem értettek hozzá. Megnézem, kivágta, megnézem én, hogy kivágta. Úgyse történik most semmi érdekes, majd szóljatok, ha van valami. Bazd meg, hát most van a kínzás, hát hogy nem történik semmi? Ez a legjobb rész. Hát akkor szórakozzatok nyugodtan, engem valahogy ez az egész már így kezd elveszíteni. Én megnézem, hogy kivágta ezt a szart. Hát a vágónak vannak azóta is amúgy kreditjei. Évente egy film van. Miért visszament wow. Visszament az egy... Claudio M. Curti, vagy Katri. Azt a mindent, ez szaftos volt. Mit csinált? Hát úgy arcon köpte, mint állat. Igen. Ó, igen, reméltem, hogy az szok történni. De tényleg nagyon jó ez a kommentár, miért mit csinált? Igen, most valahogy nem érezzük a szinkront itt, se az időtókódba, se így a filmmel valahogy, meg egymással így. Ha nagy ritkán jól megy a film, akkor se nézzük, csak úgy megy. Hát semmi olyat nem csinált ez a... Ó, templomban az ott Dadikov. Úristen, Dadikov. Nem létezik, hogy ez a belépője. Hát ennél nagyon... valami epikebbet képzeltem. Ezt tudjátok, milyen volt, mint amikor az Imbrúzsban a Ralph Fiennes megjelenik először. Mondjuk igen, ebben van valami, hogy végül is igen. Ez is valahol cool. Hát vagy a Dark Knight Rises-ben, amikor Batman először felbukkan. Aha. Ez olyan epik. Hogy csak ja, igen, igazatok van. Jó ez így.
Mondjuk ez a pink, ezek szerint tényleg mindenhol hódít. Igen. Ez a szín van a legtöbb emberen szerintem a shotban. Na. Itt a hullákat. Ő már előre megmondta a globális melegedés veszélyeit. Az egy szellem? Úgy nézze. És nézzétek meg a környezetünket. Valaki behoz egy döglött patkányt, vagy mit tudom én. Nekem én nem voltak ilyen órái. Menjetek ki, keresetek példákat. De ez nem jó, tehát hogyha Dadikov tartja az órát, akkor nem akarsz kimenni. Benn akarsz maradni? Hát nem igazából halott lesz az első percben. Oh-oh. Mondjuk egyébként én ezt akkor is úgy csináltam volna meg, hogy egyszer csak ő megjelenik ott, megment mindenkit, és utána látjuk ezt a jelenetet, hogy őt hogyan küldték utánuk. Tehát így kicsit a pacing azért nem az igazi, de... Ja, ilyen Tarantinosan vágtad volna, értem. Igen. Jó, de hát Black Sheep, hát nem lehet mindenki olyan született géniusz, mint te, tehát azt azért... Na jó, azért én ezt a filmet megvágtam volna rendesen. Na, bocsánat. Hát azért... Én kivágtam volna a szemétbe. Ennél még én is jobban vágok. Szóval jó, azért igen. Most már amúgy tudom, hogy honnan van az Expendibles-nek a templomos jelenete, amikor hát ott biztos, úgy mindenki találkozik. Biztos, hogy innen van. Expendibles az már vagy a 8. film, amit említettünk, hogy biztos, hogy innen nyúlta. De az Expendables-ben még Michael Dudikoff pont beférne az Expendables 4-be. Egyébként biztos vagyok benne, hogy Stallone nézte ezt a filmet, és gondolkozott a templomos jelenetnél, hogy hogy tudnám ezt egyszer felhasználni, vagy csak megközelíteni. Hogy? És sikerült. És itt is egy nagyon szép. Láttátok, milyen hosszasan vacilált? Igen. Hát főzött egy teát. Sóhajtott egy nagyot. Hát főzött egy teát, igen. Hú, micsoda. Megint ölnöm kell. Olyan. Miami Vice. Már neki is vetkőzik. Ki az, aki feltűri amúgy a zakójának az ujját? Ki az, aki zakót hord? Casual Freddy. Ez az lázadjunk. Ez jó. Napozás. Ez mondjuk jó. Ez kurva jó. Ez akkor lett volna vicces, hogyha egy fekete karakter igen, mondja. Ha Steve na, James. Ő mondaná. Mondjuk Steve James. Ha ő ezt beszól. Hasonra ütök, mondjuk Steve James mondaná. Akkor jó lenne. Ja. Mondjuk ez minden mondatra igaz. Ha Steve James mondja, akkor vicces. És ez megint hogy van felöltöztetve, bazd meg. Na most már nem pinkbe van, de nem lett sokkal jobb a helyzet. Pink pong. Pingpongú. Nagyon értelmes jelenet volt. Szerintem... Kinek fogja sütni, hogy nem indul be az autó, figyeljétek meg. Azt a készfogást bebiztosította, érted a csuklóját is megfogta. Szerintem amúgy Dadikov az egyetlen, aki nem ijedt meg attól a tigristől ott elől. Megőrülök, elindult a kocsi. Ez majdnem olyan élmény, mint amikor a film elindult neked. Mm-hmm. Igen. Miről maradtam volna le? Képzeld el, mit szoktam érezni, amikor felszállok a buszra és elindult. Igen, tehát ezt a kedves hallgatók nem tudják, de a Sorternek egy kinkeserves szenvedés volt elindítani ezt a szart. Szóval ez az igazán szép. Az, hogy onnan tudod, hogy egy film szar, hogy a lejátszó is visszautasítja. Igen, ő próbált, ő mindent megtett. Köszönj arról a helyről nekem, légy. Jó van, akkor töltsünk csőre. Most kezded? Nem, már egy bort megittem. Legsőbb már részegen ült le ide. Hát én már a másodikat nyomomja. Ez hány éves lehet ez a gyerek egyébként? Szerintem hogy... ilyen 13-14. Hát a saját taxija van, meg minden. Jó, de hát... Meg a CIA-nek 16 dolgozik. Körül van. 16-ra satszolnám. Most olvastam egy cikket egy lányról, akit 9 évesnek adtak el, és 22 volt valójában. Mi? Ja, valami szociopata vagy... ja, szociopata volt. Jézus. Meg akarta ölni a nevelőszüleit. Volt egy ilyen film is. Ja, de nem mondom a címét, mert beszélni akkor spoilerezek. Beszélni kell Kevinről. Igen, az volt az. Nem, olyan, de nem arra gondolok, egy horror, amikor egy kislányt fogadnak örökbe. Igen, hú, de jó horror volt az. Hát annyira nem horror, inkább ilyen misztikus thriller.
Az jó, tökre nem feltűnő. Ja. Ja, persze. Ez... Nem feltűnő, eltűnő. Eltűnő. Egyébként olyan, mint hogyha most az jó nagyot ugorhatott onnan. Rá? És akkor egyszer hát csak onnan a szikláról. Az egy felhőről ugrott. Az le. Nagyon jól sikerült az a vágás. Az együttéssel átütötte a szélvédőt és leütötte a ninját. És ez a ninja meg ott várta. Nagyon durva alázás lesz itt a ninjáknak. De olyan, mintha most elkezdődött volna egy új film, nem? Tehát, igen. A spin-off. Igen. Opa. Hát azért az originál amerikai ninjával ne cseszekedjél, tehát itt ez a tanulság. Nektek, hogy a bot a kezéből egyszerűen csak eltűnt a következő vágásnál? Nem, eldobta. Eldobta ilyen cowboy mozdulattal. De miért dobta el? Azt nem tudjuk. Nincs. De azért, igen, azért a Bradley meg a Dadikovhoz képest itt tényleg érezni a különbséget. Tehát, igen, hogy ővel ne cseszekedjél. Amit a triviában mondtál, Freddy, az itt előjött. Uh-huh. Igen. Hallgatók ezt nem tudják, de... Vagy... De akkor már rögzítettünk, jó. Igaz. Összefolynak a dolgokat az elindítás miatt, elindítás körüli tortúra miatt. Igen, hogy tényleg akkor kikérhette magának, hogy ő ne legyen ráutalva senkire. Csak a kardjára. De miért nincs vér ebben a filmben? Nem, mert ez egy szar. Azt... De volt a kalapon. Tényleg, a kalapért. Az egyetlen helyen, ahova nem kellett volna, hogy tegyenek vért, hát, ott sikerült. Hát de tudjátok miért? Mert a kalap az alap. Hát szerintem meg sinte is érezted, hogy ez annyira nem, de... Tök mindegy, az amerikai ninja négyet nézzük, hát nehogy már rajtam kérjétek számon a minőséget. Annak jó kis fejszéje van ott, az olyan, mint a Gimli-nek a... Ez mintha Walking Dead-ből a kukás emberek. És legalász meg, az hol van akkor? Hirtelen egy Mad Max filmbe csöppentünk. Amúgy az amerikai ninját, mert nem láttuk sosem bevetésen Amerikában. Tudom, honnan mert... volt ismerős ez a név, hogy Pongo. Hát Anulu. Mama királynő szigeten Pongo. Hát onnan volt ismerős. Ja. Az is innen lopott. Ja, biztos innen nyúlták. Bár az korábbi. Nem érdekes, ne akadj föl ilyen részleteket. Ne hagyd, hogy ezek eltérítsenek, Blesi. Ja. Mennek a Thunderdome-ba. Csak én érzem úgy, hogy ez a film egy kicsit irányt változtatott az elmúlt 10 percben. Ez tényleg Mad Max egyébként. Igen, ez egy az egybe. Mondom. Erre most Freddy, hogy a második felébe érdekes fordulatok következnek? De figyelj, most először, amióta elindítottuk a filmet, érdekel, ami történt. Ja, engem nem. De... Milyen fazonok vannak erre? Hát ez olyan, mint hogy Mad Max meg egy Rollerblade film keveréke. Igen, pontosan. Pont ezen kattogott az én agyam is. Az a rózsaszín kocsi ott, az nagyon beleélik a képbe. A rózsaszín mindenjelbe kell. Mit visel az a fickó baseball ütővel? Kötött pucsi, kötött trikó. Vagy kötött ez a kézer. Tényleg az. Basz meg. Szakállas csávó, ez nem a Randy Quaid? Jaj, most csak azért van ez az egész, hogy itt agyonverjen pár embert? Az a láncos ink. Pamutból, bazd meg. Oh. De nem, hát volt az a lyukacsos trikó, amit mondtál is, Freddy, hogy ment ki a divatból. Na ez, ennek a továbbfejlesztett változata. Ez a latex kiadás. Na. Big Rames, vagy mi az Isten? Tényleg a Shaquille O'Neal. Annyira bírom, hogy egyik sem támadja meg közbe. Mert ki meri? Ó, ilyen, hát volt a Rambolyban is. Volt egy lelógó csillár. Dadikov gyakorlatilag beugrott erre a filmre, hogy megmutassa, hogy ő mekkora eszetlen nagy király. De mindenkit agyonver. Tehát ami igen, tehát gyakorlatilag mindenkit agyonver, és ennyi. Tudom, hogy ez nem Wing Rames. Igen. Többet rúgott eddig, mint ahány szót szól. Nem, hát most bemutatót tart a gyerekeknek. Íme a környezetünk. Íme a nyócker. A fogával fog elkapni a söréteket. Hát ez tényleg Mad Max. Mi a fasz? Ja,
Nyugalom, nyugalom, mindig így állok le. Életében nem látott ezt még fegyvert, vagy miért úgy nézegette? Igen, nagyon tiszta küzdelem volt, hogy rámentetek egy csomóan, és utána el akartátok csapni egy autóval. Ez nagyon igazságos volt. A csávónak, aki a seggén, ő nagyon fáj ez az arca, mert azóta is fogja. Lehet, hogy a következő útja az a fogászhoz lesz, csak ezt még bele kellett előtte valahogy programozni. Ez nem is tapsolt, ez nagyon neheztelrel. Bezzek, ha az arab csávó lett volna itt, az miért végig van azon a srácon meg szopó áll arc? Hát, gondolkozz el. Inkább, én nem akarok el közben a film közben gondolkodni. A készítők sem tették, nem kell vele foglalkozni. Nagyon gyönyörű hely. Lépcső, lépcső, lépcső. Mi ez a sok rossz PC-s utalás minden audio kommentáról, basszus? Szeretjük a rossz PC játékokat. Hadd legyen már ez a mi problémánk. Mostanában ilyen mélyponton vagyok, hogy rossz PC videókat nézek, úgyhogy ne haragudj. Hát mindig jobb, mint a Marvel. Jó, ez tény. Freddy! Na, tegény Freddy, hát sem! Nincs valami évforduló, de amúgy Freddy mostanában, hogy hirdelj, minden összejön. Úristen, van új AVGN epizód. Mindig akkor van új AVGN epizód, amikor csinálunk valami podcastet. Ez feltűnt már nektek? Többet kéne podcastelnünk, nem? Biztos minket, igen. Na jó, én ezt megnézem addig, jó? Addig nézzétek ezt a szart. Melyik játék? A Jurassic Park Trespasser. Arról már egyszer csinált, nem? Szerintem igen. Nem. Spielberg Games beemlítette, nem? Szerintem említette ott. Azt nekem vagy... odaadták rossz PC-re annak idején, csak nem tudtam elindítani. Csak rossz fejre címezték, mert a nőrt élandót. A 24 perc, wow, most se kímél minket, nem baj. Ez a kommentár, ez tényleg nagyon perfekt. Új AVGN epizód. Miről szól? Hány perces? Most jó, akkor mondjátok el, miről maradtunk le? Hú, hát nézd meg ezt a fotót. John Williams legalább. Azt a dobos figyeljétek. Az nagyon, nagyon ki. A vipes emet a picsába, gyerekek. Hú, ez a ruha se rossz. Az gyakorlatilag fölemelte a dobverőt, és hagyta, hogy lehessen a keze a gravitáció által. Were you rushing or were you dragging? Nem tudom, jó, hogy itt az arab. Vele, de mindjárt ezt igazából tapsolás. Ez a film, ez ilyen nevetségesen rossz eddig. Mit? Hú, ez egy jó mondat volt. Most ez mi? Igen, ez... Elkezdett egy mondatot, és befejezett egy másik mondatot. Ha nem adják ki a foglyokat, akkor nem fogom elhinni. Nem, mert meglátta ezeket a fickókat. Ez amúgy ez Kim Fulton Matao amúgy. De, ez úgy néz ki, mint egy ilyen agyonkrekkezett Tommy Lee Jones. Nem, mert az agyonkrekkezett Tommy Lee Jones, az a Tommy Lee Jones. Az Ad Astrából. Igen. Egyébként igen. Nem hiszem el. Oha. O'Reilly megint. Legjobb név ever. Nem, az a Fortissima Fingus. Egy Dick Ass-man. Vagy a Tony Jay. Ott a dobos. Hát ezt az alizézést. Mi lehetett az instrukció? Üljél le és csinálj úgy. Lehet, hogy közbeszerzésen nyertem, hogy... Nem baj, azzal is csak rövidebb lesz a film. Ja, de itt van Dadikov. Most jött segget rúgni, mi? Vagy a kivégzést, akkor nem is már hajnalban lesz, hanem éjszaka. Miért van rajta ilyen szenszei ruha? Hát papnak van öltözve.
Csak valamiért kereszt a cowboy csizma az rajta nem? maradt. Tehát amikor papnak vagy öltözve, kiszársz a kocsiból és összetöldeled az ujjaidat, az azért úgy beszélés. Hát lehet, hogy csak egy, lehet, hogy az ostját törte, meg ott voltak. Ah, persze, igen. Vagy kenyeret törtek, nem? De nem sokáig bírta az álcája. Vagyis hát nem tudom, én úgy láttam, mint hogyha kereszt lógott volna a nyakában. Igen, hát, igen. Hát jó, hát meg ott volt a nyakában az a fehér, nem tudom, nem értem. De valójában kellett a papi álca, hogy beosonjon. De valójában a papruha alatt egy ninja ruha van. Ez a ninja ruha, csak köntöst vett hozzá. Ah, mutogatni csúnya dolog. Judo fogás. Jó, ez mondjuk jó volt. Az hogy tolja már magában? Ha veredjük meg mindent, így gyakorlom, mert vágom hazudni. Gyorsan, most éppen ne filmeznek. Elfogyott a söröm, át kell térnem a töményre. Milyen feltűnésmentes az árnyéka. Igen. Igen, ehhez nagyon kellett a papi álca, hogy gyakorlatilag eddig egy emberre beszélt, mint pap, és azt is elkábította. Tehát... És azonnal lebukott, tehát abban a pillanatban, hogy kilépett a kocsiból. De hát miért, hát annyira nem volt feltűnő pedig. Nem. Gyakorlatilag úgy szállt ki a kocsiból, papírruhában, mint egy verő ember. Egyébként Dadikoff, ő még aktív, nem? Egyszerűen beszéltük ezt, de úgy tudom, hogy ő még szerepel. Néha megjelenik. Hát hébe, hóba. De szerintem véletlen téved oda más filmek forgatására, és ha már ott van, akkor belerakják. Ilyen Asylum filmben is volt, azt hiszem. De szegény nagyon rosszul néz ki mostanában. Igen. Igen. Fiatal korában még úgy nézett ki, mint a Kevin Bacon. Vagy Gosling, igen. Igen, régen volt a szegény ember Kevin Baconje, ma a szegény ember Michael Dudikoffja. Szegény ember nagyon drogos Ryan Goslingja. Van itt egy filmje, elit alakulat a zombik ellen. Igen, azt én is néztem. Abból azt hiszem az Otherworld-esek csináltak videót. Ja, ez egy Dudikoff film. Aha. Igen, Gorefest-ben volt az, igen. Következő audio kommentárunk alanya. Az lenne a fordulat, hogy Dudikoff a zombi. De ott azt is azt hiszem csak adnám. Mellékszereplő, tehát ott se főszereplő vagy ilyesmi. Ő mindig főszereplő, de nem érted. Kivéve, hogyha Steve James is ott van. Jó, akkor jó, Steve James okay, a főszereplő. Okay, okay. De van még egy filmjük, amiben mindketten vannak, és az általában nem is rossz. Múltkor egy hallgatónk, nézőnk írta is a legutóbbi audio kommentárunknál, hogy abból van a Steve Jamesnek a felejthetetlen profilképe IMDb-n. Ja igen, azt a filmet még le kell vadászni. De az állítólag, azt mondták, az nem egy rossz film amúgy. Nem baj, az lehet, az csak jó, annak én csak de erre is azt mondta, hogy nem rossz. Az ötödik után megműszhetjük azt. Jó. Nem rossz ez a azt film, csak olyan erdja. Na mi ez? Olyan kis nyomi. Na mint, hogy ez? Hát szórakoztató. Hát ez iszonyatos, ne viccelj. Figyelj, ne viccelj. Jó, de azt el kell ismerni, hogy már több mint egy órája megy. Nekem hát én nem azt elismerem, föl. Hogy több mint egy órája megy, mert ránézek a számlálóra, és tényleg. De hát ez... nem tűnt föl. Tehát azért mert közben jól beszélgetünk az EVGR-ről, meg a Steve James többi filmjéről. Hát jól telik az idő, ha jól beszélgetünk, de... Na mindegy. Meg elmondásod szerintem már ittas is vagy, úgyhogy... Hát még szép. Hát mit gondoltál, hogy józanul jövök Amerikai Ninja 4-et nézni? Ne, jó az a film. Hát mondjuk azért ezzel tudnék vitatkozni, de... Hú, de retkes a körm. Bazzeg, De milyen ápolt közben a haja? Miért olyan koszos mellette a fickó? Javán, ugye, ez nem meg koszos. Nem akarja a fejét, mert akkor... Igazság szerint itt ezt a filmet ketté bontották, és a Bradley volt az első felében a főszereplő, a Dudikoff meg a másodikban. Én az előbb minden bűnömet megbántam, amikor Dudikoff így rám nézett. Én meg akartam gyónni. Igen, tehát nem a kamerába nézett, közvetlenül rád. Igen, rád az nézett. Nekünk szólt. Ó, várja, a cicik kezdemény van. Hoppá. Hát csak levetkőztették a csajt is? Ó. Jaj, nem áll. Komolyan. Really? Milyen kétségbe esettem próbálkozni. De tényleg ez a jó fej leszek, és akkor hátraengedi, hogy megfogjam a kezét.
Nagyon kéne az a dugás. Az a hajó óra nem rossz ott. Nem tudom, láttátok-e bal oldal. Hát nem. Az a óriás PC is gyönyörű. Nem és mosolyog a telefon. Annyi impulzus érzés, be van dugva. Tehát legalább be van dugva. Ez már több, mint ameddig a szomszédok meg a barátok közt jutott. A fekete telefon nincs bedugva. Az lehet, hogy tartaléktelefon. De tényleg kell mindenhová ennyi őr egy méteres távolságban? Ja, persze, kell, hogy megmutassák, hogy milyen fegyverek vannak a filmben. Szerintem így akarják leszoktatni arra, hogy mondjuk egy a fikáját, vagy valami. Hogyha privátban van, akkor nem túrja az orrát. Most nem azért mondom, ez a legnagyobb tisztelettel mondom, de Gergő, ilyen csak neked juthat eszed. Engem is így szoktattak le róla, nem tudom, mi bajod. Ja, ahogy ezt kimondtad, ez volt az első gondolatom, hogy ezt négyünk közül, ha nem tudnám, akkor is rád tippettem volna. Biztos, hogy te mondtad. Ez most lehet, hogy dicsőség. És ez a legnagyobb elismerés. Ez amikor Gergő nem tudja, hogy most megköszönjem, vagy megsértődjem. Nem, ez abszolút bók. Hát figyelj, ennyi sör, meg bor után, meg amerikai ninja után, én nem tudok már megsértődni. Most nem azért, hogy ti mennyit most, ittatok már? Mert... Most elkészítette Steve James kardját. Mert csillog a fegyver. Innen tudod, hogy fasza. Neki is. Az teljesen magánkívül van. Mi van abban a cigiben? Nem tudom, hogy adjál de nekünk neki... is kéne egy olyan szerint. Szét fog esni szegény. Ne, aj, ne. Egyébként nem zárom ki, lehet, hogy tényleg joint. Te figyeljétek a láncot a kezén. Igen, hát ez olyan, ez mint csak rá van tekerve. Ez olyan, mint abban a Tommy Lee Thomas filmben, fegyenc játszmában. Ja, igen. Ez most így megcsiszolta azt a fegyvert. Vagy megköszörülte. Ú, megint ránk néz. Megint ránk néz, Jézusom. Nem, ja. Most a tekintet az félúton van a kamera lencséje, meg saját maga között, de nem forgive ránk me, néz. Father, I have sinned. Ú, leszedzős montázs. Hát az kell. Neki nincs rá szüksége. Ezt nem értem, ez a film, ez az egyik pillanatban egy ilyen Rambóba oltott ragadozó, a másikban meg egy Mad Max. Ez teljesen random. Miért így hordod a táskát, haver? De miért kell eddig mutatni, hogy sétál? Igen, ez egy két másodperces... De tudsz ilyen faszán sétálni őszintén? Én nem tudok ilyen faszán sétálni, akkor és meg is bántam, hogy megkérdeztem. De sokkal jobban tudsz vágni. Hú, hát... A csávók jelenik harcba. PPSH van nála, vágod? Az orosz hadsereg. Megszól amerikaiak segítségével csak a Dudikov van ott. Hát de ő egymaga fölé. Ő egymaga, a Delta Commando 6000. Azt az autót jól látom, hogy tolják. Futva. Nem, ez jó, szinte. Nem a reptéren ilyenekkel szállítják a bőröndöket, meg a podgyászt? Előfordulhat. Mondjuk egy ilyen Mad Max környezetben még oké is lenne. De mi ja, az a cucc az elején? Ilyen ótvar Mad Max filmnek nem lenne ez rossz. Mármint de rossz lenne, de ez olyan, lenne kicsit, rossz. Mint a Warrior of the Lost World. Igen, egyébként tényleg Black olyan. Black Sheep, te tudod, miről beszélek? Há, hogy tudnám? Most nekem meg erre már rá kell googliznom. Black Sheep csinált róla bemutatót. Ahogy. Igen. Ez megint egy olyan, hogy a Bad Movies már megcsinálta. Ez egy ilyen Mad Max klón egyébként. Hát a Rollerblade filmeknek az előfutára. A Mad Max-nek meg az 1984-nek az ilyen nagyon szar keveréke. Nagyon olcsó. Igen. És abban voltak ilyen járgányok, mint amiket itt látsz, meg ilyen fazonok egyébként. Nekem is az jutott eszembe erről a filmről. És azt hiszem, hogy az korábbi... Hát az 83-as, úgy látom. 83-as. Kurva jó posztere van egyébként. Igen, és azt mondtad is, hogy állítólag a Rollerblade filmekre nagyon nagy hatással volt. Állítólag. Igen. Köszönjük szépen. Igen. Ezúton is, pacsi. Yeah. Mondjuk, ha belegondolsz, nekünk alapanyagot adott bőven. Hát nagyon örülök neki. Nekünk amúgy is lenne alapanyagunk, nem kell plusz. Nem kell tartalék. Még 27 perc. Na. Hányan fognak meghalni? Fogadást kötünk? Nem tudom, én eddig nem számoltam, de jócskán hullottak emberek, bár én nem tudom, ti hogy vagytok fel, az elmúlt 10 percben kicsit leült a dolog. Igen, egyébként most kicsit uncsi. Én már 70 perce ülök, de... Na, oh, Isten! Oh.
Nem, már az a baj, mert mindannyian néznénk az új EVGN videót. Igen, vagy a Doom-ot. Én Doom-ot nézek, oké? Okay? Először azt hittem egyébként, hogy a Doom-ból beszéltek, hogy megnézem a Doom-ot, mondom, mi újra nézzük a Doom-ból. Hát hova mentek volna? Hát meg vannak bilincselve, te szerencsét. Meglepődött, hogy nem szöktek meg. Mert ő is tudja, hogy milyen szarul rakta rá a bilincset, és lehet, hogy ez egy ilyen pszichológiai teszt, hogy vajon rájön-e a sok hülye, hogy amúgy simán elmehetnének, mert a bilincs az csak rájuk... Ó, csöcsök! Mert a bilincs az csak rájuk van tekerve. Pont az ilyen ócska melltartókat szoktak a piacon mindig árulni, ilyen óriás méretekben. Hashtag már. Hogy? Vettél már? Nem nyilatkozom. A héten még nem. Abba tartod a rossz PC játékos DVD-idet, meg játékaidet. Ja. Paritjának szoktam használni őket. Ki hozta a szemetet? Ezt nézzétek. És magát Jézus is Jézus Mária! Istenem, ezt muszáj volt. Ezt nem lehetett volna csak annyit mutatni, hogy átöltözik, miközben iszik egy teát, vagy látszott a vágást. Tehát látszott, hogy arrébb mozdult a kamera, ja, a két... Ez egy Superman omázs volt, jó? Ő a telefonfülkében öltözik, hát ő pedig egy várárokban, vagy itt mi megint az? Csak azt tudom mondani, az ötlet hibátlan volt. Kivitelezésnél elcsúszott kicsit. Isten. Sátán térre kényszerítjük. Ez a film, ez méltó lenne rá, de... Hát igen, megmondod a sátánnak, és ott hagyja a poklot. Hát amikor még kettő Bad Movies-os is kiakad rajta. Tehát honnan már tudod, hogy ez zúrban. Ez tényleg nagyon szar. Hoppá! Maga barom! Maga abnormális! Ez rasszista? Ó, de fehér ninzsák vannak, igen. Itt ők beolvadnak a környezetükbe. Azok még nem voltak. Hát ő nem fehér. Csak ruhájába takar. Jaj! Egyébként most vicc nélkül a Dadikov itt színészkedett szerintem a legjobban az eddigi négy rész közül. Azért, mert relatíve keveset beszél. Igen. Mert ugye de amikor csak nézni csak kell... Csak úgy szórta a mondatokat. De, jó, de a nézést azt elég jól... A nézést és a járást. A nézését itt, és a járást, hát azt már elég itt jó. Jobb jeleneteket. Csipőjének a ringása itt, hol igen. Van? Azt el kell ismerni egyébként, hogy itt valahogy karizmatikusabb. Igen, van kisugárzás. Igen, tehát olyan. Itt az mondjuk tényleg van. Tehát ez... Valahogy itt úgy új profinak tűnik, tényleg. A farkas karmok. Na, ezt az előadást. Annyira más lenne ez a film, ha most ott ülne a Steve James is. Ne vicceljünk már, ő lenne a kamion. Hú, az ott a csávó elől. Az kemény. Az nagyon meredek. De mi van nála egy ilyen bozót fújó, vagy mi az? Egy ilyen nagy kaliber. Nagyon sokféle fegyver van ebben a filmben, nem tudom, mondtuk-e már. Annyira jó, hogy végignézhetjük a csávót, akinek adja az egy dolga volt, hogy nézzen a távolba háttal. Igen, mondjuk ez így tényleg érdekes megoldás, hogy amit mondtunk itt az előbb, hogy ez a film, ez gyakorlatilag meg van felezve. Ez így nem tudom mennyire, hogy most mindenképpen ez volt a terv, meg a koncepció, hogy a Bradley meg a Dadikov is legyenek, csak véletlenül se együtt. Szerintem ez lehetett, de hát most... Mert őszintén és... szóval szerintem az érdekesebb lett volna, hogyha együtt szerepelnek, nem külön-külön. Jobb lett volna, ha a Bradley-t kukázzák, és a Steve James vállalja el az ő szerepét. És utána Dadikovnak kell kimentenie őt is, meg a többieket. Hát Steve James mindenképpen jót tett volna ennek a hát az biztos. Nagyon érződik, hogy nincs itt. Azért az a rózsaszín kocsi a háttérben most nem látszik, de az azért... Igen, az már egy imént az oda se néz, nem. A csávó az elején. Nem, ő le van takarva a szeme. Nagyon jók a nincsák azokkal a kardokkal, nem? Tehát olyan sok sanszuk van. De legalább színes megafonja van. Ez Tarlós István? Pontos. Neki fehér volt. A pimpelt Tarlós István. Figyeljétek, hogy most nem fordulnak el a golyók elő. Most túl sok golyó van.
Ennyi férfinál? Ott a rózsaszín autó. Tehát Daddy Coffee az előző 20 percben kb. Annyit csinált, hogy ment. De most ő az, ami a Supercella 3-ban a Stallone, emlékszel? A igen, csatornában. Csak megy a csatornában. Ja, aki szerepel 5 perces, és a plakátra meg ráteszik. Az a 2 volt. Hát volt az 20 is. Egyébként újra nézd, hogy a múltkor olvastam ezt, hogy a Dark Knight-ba a Ledger is azt hiszem 20 percet szerepel összesen. Egy 25-öt, nem sokat. Azt lehet másképp is csinálni, tehát jó. Vannak azért szintek. Jó, de amíg neki, neki egy dekad fölösleges perc nem volt. Ó, de még mindig nem ért, hogy miért feketében van. Hát, hogy de... lebarnulja, mit tudom én? Na most komolyan, lehetne egy rövid nadrágban, meg egy trikóban is, és akkor nem hallanak. Vagy akár égbe, hát azt már láttuk, hogy az is működik. Ja, hogy arra gondolsz, hogy őt is le fogják lőni. Egyébként ez rohadtul jogos. Tehát most mi akadályozza meg a lázadó Mad Max csávókat, hogy őt is lőjék? Milyen könnyen ki lehet szedni ezt. Hát ez gyakorlatilag oda volt támasztva. De viszont a melegtől fodrozódik a levegő. Tehát ja. Ez viszont így, ez tök hiteles. Meg hát azért igen, ez a ninjáknak izzasztó lehet. Gondoljatok bele, hogy a tűző napon fekete ruhába bebugyolálva. És most neked is eszedbe jutott a tavalyi tyúnap százas előtt? Nem, nekem a Bye Bye Man videó jutott eszedbe. Oh, igen, én is inkább arra gondoltam. Hát arról nem tudok nyilatkozni. Kösz Black Sheep ezúton is. Nem gond, Sorter, 5 perc alatt megvagyunk. Csak egy kabátot rádugott a 40 kabátot, fokba. Meg egy kapusztit, meg egy kabátot még rá. Meg azt hiszem kesztyű is volt rajtad. Volt, én nem hiszem, én tudom, hogy van. Meg ha már itt vagyunk, akkor 2 kabát van rajtad, hát még egy kabátot azért. Menjünk biztosra. Jó videó lett, a te alakításod miatt lett olyan jó. Figyelj csak, Sorter, itt egy kardigál, még ezt is. Na, és ott a kocsi. Ez meg a Barbie Supermodel című. Ez a Barbie Supermodel című játékban volt. Hagyjátok már abba ezt. A rossz PC játékok az Origo. És most akkor melyikük a Daddy Coffee? Akinek a táska van? Aha. Azért van, hogy meg tud különböztetni. Ja, jó van akkor. Szerintem még az a Daddy Coffee, most már rossz PC-s utalásokat ne tegyünk, nézzük inkább ezt a kis kung fu harcot. És ez meg miért csatogtatja ott az ostorát? Mert perverz. Ő az igazi Mr. Szürke. Christian Grey. Azt a koreográfiát, tecsém. Nem látszott, hogy betanulták? Nem. Természetesnek tűnik. Ez a film tökéletesen hiteles. Reid az lehúzhatja magát a klotyón. Vagy bármelyik Jackie Chan film. Azt, igen, egyébként pont ezen gondolkoztam el, hogy vannak ezek a nagyon mesterkélten előadott, már ez volt az amerikai ninja 1-be is, pedig azért az egy népszerű alkotás. Most azt kántálják, hogy ölni. Ölni. Igen. Azt mondja, hogy Jani. Jó, szóval hogy voltak ezek az akciók, amik így látványosan nem voltak életszerűek, hogy mikor fordult ez meg? És mikor lettek inkább népszerűbbek azok, mint a The Raid, meg ilyenek? Hát az biztos, hogy nem az amerikai ninja. Nem hinném. Tehát itt még határozottan a régi státusz volt dominálva. De egyébként átöltöztették őket. Adtak rájuk szép világos kék ruhát. Ezt is simán kiszedte. Ez már nem ment olyan simán azért. Egy-két téglát is odabaszott mellé. Egyébként a díszletek nem rosszak. Nem, tehát ahhoz képest meg a nagy határok is néha jók. Ja. Meg az a Mad Max-es környezet az egész megfogták impozás a kezét. Volt. Jaj, de bőr, azt a rohadt! Jaj, Isten! Hát ez Legolas before Legolas. Ne vicceljetek már. Azt a... Ölni! Micsoda átélésre kántálják. Itt van valami becsapás.
Az a diszkó golyó szemű nem is volt. Ott lennék, csak poénból azt mondani, hogy kölni. Ja. Tömni, jönni, főni. Jó, bassz meg, kussajatok. Uncsi! Igen, az van az arcukon, lőjetek már, de akkor legalább nem kell hallgatnom ezt a sok barfot. Uha. Nagyon laza. A többi ninját nem érdekli. Biztos, hogy hát nem tűnik, hiszik, hogy... ő az egyetlen, aki maszk nélkül rohangál, és biztos, hogy ő nem is hosszol. Ez mi volt? Tehát ez... De az a ninja már ott állt, amikor elindult, ez... Áva aludt. Istenem. Nem értem néha a készítőket, komolyan azt gondolták, hogy aj, úgyse fogja észrevenni senki. Csak 18,5 perc. Mindjárt. Az izgalom. Ne, jó ez a film, srácok. Dehogy jó, ez egy szar. Leharangozásod után itt még lesz egy... ilyen helikopteres repkedés, meg rakétavetők, meg minden. Hát te is megnézted. Mi vagyunk az egyetlen idióták, akik nem nézték meg ezt a szart, és úgy kezdték el? Nem, Freddy posztolt róla valamit, és nekem ez úgy megragadt, hogy az itt lesz benne. Na hát, ha még akkor annak lesz valami. Vagy rossz emlékszem, Freddy? Nem lehet, hogy kevered a Spectre-re? Hát helikopter volt az. Igen, az amerikai úgy, ninja négyet, meg a Spectre-t olyan könnyű összemosni. Na, itt a közös jelenet. Hát de őt nem kivitték az előbb, hogy kivégezzék? A Brady miért távolban nézett, amíg kimentett? Mi történik itt? Ez a közös... Mi a fasz? Na, ez aztán még nagyon hiányzott. Ezt a Bruce Lee völtést. Úristen. De ott maradt a talpnyava. Joe vagyok. Az a David Bradley volt az előbb. Rájöttem, hogy azért, mert nyitva van az ablak. Nem maradok csendben. Gyerünk, srácok! Ölni! Meg a trollkodás elég a mondat közepén elkezdeni újra. Te egy kimaszírozta belőle az elme. Ez most átsimogatta őt tényleg a jó oldalra. Jézusom! Ez kemény lehet, hogyha az Izzy Daddy Kofot elveri. Szerintem itt ilyen klónozásos dolog van, és ő a gonosz Bradley. Igen, agymosás. Hallod? Verd már meg a francba, lépjünk túl ezen. Ja, várj, de nem, mert kellett egy 1v1 harc közöttük. Tehát ezt a rajongók követelték. Rajongók? Igen, biztos. Mind a ketten követelték. Tázával érkeztek a levelek, hogy amerikai ninja négyet én úgy nem nézek, ha nincsen legalább egy darab 1v1. Megvágta a karját? Vagy csak jelzett az órája, hogy be kéne venni a tablettákat. Úristen. Megint ránk néz. És úgy irigylem most Freddyt, mert ő tudja, hogy mi van most. De én megint azt érzem, hogy belenéz a lelkembe, nem tetszik nekem ez a film. De várjuk, hogy lesz akkor az ötödikben. Lesz, ja nem, ez de, volt. De itt van, tehát összekevert. Itt van a Brett, ezért mondtam ezek az előbb, hogy nem vitték el kivégezni. Ja, ez de. Ki? Ó, igen, már mondom én, hogy klónozzák. Figyelj. Mondom, come on! Ó, most leszedi az alapozót róla. A mission. El is felejtettem. Szerintem most állítsuk le ezt a szart itt, és mondjuk azt, hogy mi megpróbáltuk. Mindent megtettük. Szerintem ezt ennél a Valami Amerika 3 jobban csinálta. Körülbelül. Tehát amikor a Valami Amerika 3 csinál jobban valamit, akkor tudod, hogy nagy a baj. Ott van Sean William Scott. De ez Sean Winnetou Scott. Most mi? Hogy az adottam már neki? Lehet, hogy fél a csomagoktól. Ú,
úristen, nem akarom tudni, mit akar. Most beöltözik sárgába. Várjátok már, most egy csávó a Bradleynek a maszkiában megkötözve várta, ki tudja mióta, hogy a Dadikoff oda lemenjen. Igen. Igen. Hát ez nagyon logikus. Hát figyelj, a víz alatti rész után mind csodálkozol itt még. De nem venné fel a maszkot. De beöltözött sárga ninjának. Maszkot nem, de most egy ilyen Kill Bill göncöt fölvett azért. Szerintem csak jobban tetszett neki a sárga is. Szerintem ennyi. Meg az anyukája nem engedte gyerekkorában, hogy sárga dinnyének öltözön falsankor. Hát úgy néz ki, mint... Senkinek nem tűnik fel. Úgy néz ki, mint egy másnapos Songoku. De érted, velük szembe áll 100 000 ninja, és senki nem veszi. Fölgyújtották ott az egyiket. Az mondjuk nem rossz. De azért annyira jó, hogy ott ég egy ember, de ő nem kapkodja el. Hát én itt, itt szarom össze magam. Dadikoffnak üzenném, hogy egyébként valaki mindjárt meghal, nehogy kapkodj. Ó, szegény kaszkadőr. Van ember, aki szenvedett ezért a filmért. Vágod? Miért nem forog a földön legalább? Na. Pedig az nem oldja meg ilyenkor. Na. Fölverte a homokot. Legalább még a homokot se találja meg, szegény. De komolyan egy helyben állt, miközben eldobta, vagy mi? Hátul a ninják kis fázis-késéssel reagáltak, de... De a ninják le se szaladnak. Nem, ninja, mert ez... Olyan illedelmesen ott állnak. Ez félre lökte a ninját. És ebből még van egy ötödik is, úristen. De az állítólag rossz. Tényleg? Ó, Istenem. Ismételten csak emlékeztetni szeretnék mindenkit. Ezek a ninják a film egyik jelenetében a golyók elől elfordultak. Most meg gyakorlatilag csak ilyen biológus. Meglátták Dadikoffot és földbe gyökereztek. Ajaku! Ajaku! Ölni! Ölni! Ja, már nem az megy, jó? Shalom! Shalom, jól! Ezek mind nyugodt, érted? Egyébként azok is nők. Láttátok? Igen. Azok nők voltak. Igen, hova lett a Pongó, amúgy? Még valamelyik kocsit akarja beindítani. A Pongó a Mad Max-eseknél van. Ez olyan jelenet lesz, mint a Kill Bill 1-ben, amikor a mennyasszony megölt 77 elszementet. Igen, biztos olyan lesz. Az király! Még a ruha is stimmel. Igen, de az őket. Amúgy. Hát... Mert elhajolnak a golyók elő, hát ja. Nem figyeltem. Kivéve, hogy nem. Húha, David Bradley és Michael Dudikoff. Hú, ez ilyen tech fight lesz. Ez az lesz. Most megmutatják, mit tudnak. És lerakja a fegyvert. Hát persze. Nem, ők elvonulnak, mert ez... És tartja nekik az ajtót. Annyira cuki. Ezt kellett tenni, ezt követelte az észszerűség. Na jó, itt most valami epic dolgot fogunk látni, én biztos, hogy... Szerintem az lesz, hogy Én most elmegyek. Hát én komolyan mondom, hogy összeszarom magam mindjárt. Hogy a sárga ingesek közé be... De ezt nem hiszem el. Olvad a Dadikoff, a kék ingesek közé pedig a Bradley. Nem, hát ezek fogták magukat és kisétáltak. Legsíperről tudod, mi jutott eszembe? A Troll 2. Igen. Megöltük őket, vagy hogy megöltétek, most mi is megölünk titeket. Ja. Senki nem csinál semmit. Én mindjárt katapultálok innen, esküszöm. Az kicselezhetetlen volt. Hagyjatok, úgy csinálok semmit. Ölni! Ölni! Hány ninját küldtek eddig Allak nevében harcva? Nem annyit, sokat. Amennyit ebben a filmben látunk. Nem nagyon hajlandóak egyébként Allak nevébe harcolni, mint ahogy azt láttuk. Yeah. Amikor, te se annyira akarnál, hogyha kard lenne nálad és egy AK-nak a csövébe néznél bele. A sárga tűzoltó baltával jön a csávó, vágod? Nagy volt a büdzséjük. Hogy lassítva a zuhanás, hogy ilyet se láttunk még. Ötödiket is meg akarjuk nézni? Nem, ez, én most egy darabig nem akarok amerikai ninját látni. De értitek, ott volt az előbb, de én komolyan mondom, ez a film, ez direkt trollkodik a nézővel. Hát ott volt az előbb, hogy a Bradley meg a Dadikoff együtt nekik megy, és ez történik helyette. Hát mi a franc? Állok és szegény negyedik játszani. Nem hiszem el, hogy ezt nem direkt csinálták. Jó, hogy a Bradley is így. Mind visszajön. Miért? Könyörgöm, ne hát legyen már vége ennek a hulladéknak. Nem, menj vissza a konyhába. Maradj ott. Én csak azt az egyet sajnálom, aki főgyulladt.
Csak azért, mert a Dadikovnak előbb át kellett öltöznie sárgába. Na jó, én megnézem az AVGN videót, hát nem igaz? Elég volt ebből a szarból. Igen, most már mindjárt vége. Hú, hát ez... Add már ide! Ó! Oh. Höggőrugás! A háttérben volt egy atomrobbanás, csak úgy mondom, nem él. Az az agyam volt. Indulj hova? Mekkába? Hú, ez ilyen, ez Lando Calrissian, nem? Mekkába. Egy lassítva zuhanás. Mindig akkor kellett volna indulnunk, amikor lassítva zuhan valaki. Á, nem bírnánk mi azt észre, meg májjal. Éljen a szabadság. Éljen a szabadság. Ez... Ölni! Lepontozni! Most ez a helikopter lassítva szállt fel, vagy tényleg ilyen lassú volt? Támít az. Hú, de nagyon dühös! Csillagos szokóállalsz volt a csávon. Random gránátvető. Na. Hoppá, hát... Jaj, Istenem, komolyan lógatták egy Dominon. Végül is odaértek Mekkába, csak... Ezt akár egy afrikai filmben is megcsinálhatták volna. Hát csak ez egy dél-afrikai film. Ja, hát tulajdonképpen igen. De most hova lett a többi? Vagy most mi a jó... Ő pihen egyet. Ő megvárja. Annyit mondanék, hogy a vágás ebben a filmben nem minden professzionális igényt kielégítő. Uh-huh. Igen. Fenntartásaim vannak. Ez nem a hullaház volt egyébként? Nem nagyon tudok vitatkozni az állításoddal. Nem nagyon vannak ellenérveim. Black Sheep, nem akarod újra vágni ezt a filmet? De mit vágják ezen újra? El van szarva az egész. A végtelenségig nézzük, ahogy Dadikov minket néz. Az a baj, hogy itt komplett jelenetek hiányoznak, azokat meg forgassam újra ilyen... Ilyen svédel, csak engem ne hívjál. Meg tudnád csinálni. Szerepelne benne a Bye Bye Man is, jó? Nem, én lennék a ninja feketébe öltöztetve augusztusban. Kabásban. Kenne egy ilyen rész, ahol kenne egy olyan videó, hogy a Daddy Coffee a kamerában néz, és utána Hello darkness, my old friend. Elnézve a YouTube felhozatalát, szerintem van ilyen videó. Ez elmepár baj! Ilyet láttuk a Star Wars 3-ban. Ez a South Parkban, amikor a Cartman illúzionista lesz, és elmepár bajt vív. Ajaj. Ez sejtelmes, mert pókháló mögül vették fel. Most már beálltak azért. Itt az üvegszemű. Jó, bazd meg, egy félszeműt azért nem nagy teljesítmény levetni. De ez olyan, mint az utolsó akcióhősben az üvegszemű bérgyilkos. Az is innen nyúlt. Én most már kezdem kicsit unni ezt a filmet. Még 5 perc körülbelül. Nem látjuk, hogy kilőtt, érted semmi? Hát de kilőtt volna. De nem, hát de ilyenkor meg kell mutatni, hogy ki az. Igen, ezt más filmek így csinálják. Azok tök jól beálltak oda. Ez a Charlie angyalai, vagy Dadikov angyalai. Ó, ez meg egy meggyőződésem, hogy ez ugyanaz a díszlet, mint a hullaháznál. Ja, csak nekem nincs kedvem újra nézni. Kedves nézők, ti tekerjetek vissza, nézzétek már meg. Ez a legprofesszionálisabb audio kommentár. Tekerjétek vissza! Na jó, azért kezd izgi lenni, hát Dadikovot hasba rúgták. Hú! Hát mondjuk, ha nem üvöltött volna elő. De ennek olyan neki ordítása van, mint... Ezek mi? Ezek küzdenek? Vagy mi? Én nem tudom, hogy mindent szétvesz. Szerintem csak a berendezést akarja lepusztani. Szerintem csak renoválnak. Ennél elgurult a gyógyszer, vagy nem tudom, hogy tiszta, ilyen fogyatékos, vagy ilyen. Az a csávó, hogy jó kinyújt. De most már érted, hol a kalapács? Most mi történt? Megint kimaradt egy jelenet. Fejszélye volt. Aztán.
Tök mindegy, de nincs már nézzétek nála. Meg, hát ez tiszta barom. Az előbb még ott volt nála a fejsze, csépett mindent, hirtelen már nincs nála de semmi, az és ő van. De fönn akadsz ilyen apróságok. Ja, bocsánat, hiányzik a jelenet fele. Ilyenek esik, hogy vágás, meg ilyenek, ilyenekkel foglalkozva, ahelyett, hogy élveznéd. Na jó van ám. Uha. De csúnya feje van. És ráadásul véres is. De és olyan vagy, mint a nőgyógyász, hogy ott keresed a hibát, ahol mindenki más az élvezetet. És nem törtek szét a dobozon? Ja. Mi? Az megvan, amikor a nőgyógyász elmegy a műszak végén a kocsmába, és azt mondja, ha, arcok! Na ez... Ez epik volt. Mit mond a nőgyógyász a kocsmában? Lemaradtam. Majd visszahallgatod. Hát ez nagyon követhető volt. Én nem tudom, ti hogy vagytok vele, én a körmömet lerágtam izgalmamba. Csak sírok az izgalomtól. Mert félt. De tud nézni. Most nálam csúszik a hang, vagy tényleg szar a szájra illesztés? Tényleg el volt szarva a szinkron. Jó, oké. Akkor nyugodt vagyok. De ma mindjárt vége, úgyhogy most már bírjuk ki. Szar a szinkron, és ráadásul még elcsúszott is. Jó. Na, ez történelem már... leghoz... Ú, ez kicsit olyan fura volt. Zavarvejten hosszú volt. Igen. Jézusom, mi ez olyan volt Gergő, én? Mint az a mikrofon, ilyen zavarba ejtő, hosszú. Négyünk közül van még, aki józan, amúgy, mert... Én csak teát ittam. Akkor jó. Rummal. Nem is szeretnéd, hogy valaki elfubarozzon még valahol? Ne, Black Sheep, te hogy érzed magad most? Mennyit fogyasztottál? Én csak két sört, de úgy érzem, mint akit ütöttek másfél órán keresztül. Ja, töményet végül nem? Nem, töményet végül is nem ittam. Hát mondjuk itt a film, az bőven elég tömény volt ez a film szerintem. Igen, igen. De ezután fogok, tehát szerintem bevágok még egy pár eszt vagy valamit, mert ez... Igen. És így búcsúzik a franchise-ból a mester. Egyelőre, hát lehet, hogy lesz itt még amerikai ninja 6. Amerikai ninja zombi kellene. Super ninja, oda nézzetek. Igen. Super ninja. És Freddy. Amerikai ninja 6. Tehát most megláthattál a Freddy valódi nevét. Pig. Pig. Ki lehet? Ott van Igor, Philip Van Der Beer. Hát, Freddy, na. Ilyen őszinte leszek vele, ajánlásod után egy... Pár nyuanszal azért szórakoztatóbbat vártam, de... Hat ninja volt az egész filmben. Láttátok? Oda és volt, hogy ninja, és hat ember volt összesen. Ne, azért itt voltak erős részek, mint a fa mögül kibújó, vagy a víz alól kibújó. Tényleg, amit már többször mondtunk, a Steve James nagyon hiányzik. Az nagyon érezhető volt, hogy nincs itt. Lehet, hogy én azért hittem ezt erősebbnek, mert nem láttam az első hármat előtte sok ideje, és Steve James nem volt a fejemben, de... Hát őszinte leszek veletek, nálam eddig még ettől függetlenül is nálam az első vezet. Tehát az első, és utána ez. Igen, amúgy ez mi? Is jobban bejött, mint a második, meg a harmadik. Ez? De nagyon pörgött. Igen. Hát ez egy kriminális hulladék volt. Ez olyan szintű amatőr szar, hogy ez elképzelhető. Igen, de ez az, a legalja eddig persze, szerintem. Persze, ez mindig az, csak én közben el voltam, meg szórakoztam rajta. Tehát igazából innentől nekem nincs több kérdésem, meg tényleg elpörgött vele az idő. A másodiknál, meg a harmadiknál emlékeim szerint többször mondtuk, hogy jaj, mennyi van még ebből? Itt nem. Hát én egy 3 pontot azért megadok. Azt, rá. 2-es és 3-as között vacilálok. Legyen egy 5. Legyen egy 5-ös. 5! Úristen. Ti nem értitek ezt az IMDb skálát. Hát én a 3-ra 4-et adtam, a 2-re 3-at. Hát az úgy kb. Legit. Fight fire with fire. Hőlég ballonnak 9-et adtam, akkor ez 5. Nem értem. Jossa. Nem ugyanazt a film. Ez egy fele olyan film, mint az izé, a hőlég ballon. Igen, akkor az egy 5-ös. Jó. Na hát ez lett az Amerikai Ninja 4, reméljük azért élveztétek ti is.
és akkor az ötödikre ismételten visszaülünk, ha Black Sheep-et erőszakkal kell a mikrofon elé rángatni, akkor most egy darabig, most egy darabig nem fogtok tudni engem Amerikai Ninjára rávenni, ez olyan szinten szar volt, hogy... Ez neked most csalódás lett, ez egy mélysebb, mert nagyon vártad. Ez most ilyen combo breaker volt, ez iszonyatos volt. De IMDb-n az ötödik rész már action, comedy és romance. Így egyszer. Jó, és ez micsoda? Akkor jöhet. Ezt nem tudom. Akkor jöhet, nézzük meg ez most. Csak action és dráma. Vagy csak önazonossá tették az egészet. Nem, én szerintem ez egy rém szórakoztató őrület. Kellően agyament volt sokszor, tehát tényleg lehetett rajta jókat röhögni, nem azt mondom. Hát volt benne egy-két olyan jelenet, de ez annyira gagyi volt. Tehát itt az akciók annyira szarok voltak, tehát ennél még a második és a harmadik is jobb volt. Tehát itt, arra azt mondtuk, hogy rossz. Igen, ha csak arra azt mondod, hogy rossz, akkor erre nem mondhatod, hogy rossz, mert ez annál rosszabb. A másodiknál meg a harmadiknál tényleg jobbak, vagy a másodikban meg a harmadikban tényleg jobbak voltak az akciók, csak nekem ez annyi volt tetszett jobban, hogy itt a lendület az jobb volt, meg a tempó az jobb volt. Tehát a második meg a harmadik... Van, nem. Jó, de jó mondjuk... tett ez a Dudikov adagolás szerintem. Igen, itt ez tényleg egy fura ötlet volt, hogy így gyakorlatilag, amit már mondtam, hogy megfelezték, ez fura, de adott neki egy bágy, meg ez a Mad Max-es hangulat is egészen aranyos volt. Még semmi értelme nem volt. Mindegy, semmi nem tudom, szerintem volt, de figyelj, ez a legrosszabb ilyet én sem mondtam, volt. Hogy volt értelme. Meg lehetett nézni, nem volt ez végül is fájdalmas. Szerintem iszonyat volt ez. Ez engem olyan szinten lefárasztott, hogy megint úgy érzem magam, mint amikor a Versus-t néztük pár évvel ezelőtt, és utána belázasodtam. Na, csak utána azért. Belázasodtam. Most ugyanúgy érzem magam, jó, ez most nem lázasodtam ezen, be. Ezen nevettek párral egyébként, ez tényleg így volt. Tehát igen, az konkrétan beteg lett a Versus után. Tehát konkrétan 40 fokos lázam lett másnapra. Valószínűleg nem a Versus miatt, hanem hogy amúgy is már beteg voltam, csak akkor ütközött ki, de most kb. Úgy érzem magam, hogy így mennyire ne volt farcod, amikor az orvos megkérdezte, hogy csinált valami extrémet ezelőtt 24 órában? Viccelsz, én nem, mi férfiak nem megyünk orvoshoz. Ezt igazán tudhatnád. Hát ja, vagy így megkérdezte tőle, hogy az orvos, vagy nem inkább kiadta utasításnak, hogy semmi stresszes ne csinálj, te pedig nekiültél vágni a Versus videót. Igen, ezt a Black Sheep-nek szokták mondani, hogy kerülje a stresszt, erre 10 pár éve csinálja a Bad Movies, nagyon hát ez, jó. Ez tudod, hogy néz ki, hogy... Kutyaharapás szőrével, tudom én. Nem, bemegyek az orvoshoz, így rám néz, és már megint a Versus. Jó. Új szezon. Bemegyek, és Amerikai Ninja 4. Mit írna föl rá? Ennyi. Az ötödiket. Ja. Bemész, és azt mondja, már megint podcastezett Black Sheep? Nem bír magával? Visszaeső? Hörkurut, hörkurut. Hörkurut. Jó, akkor ez lett volna a kis audio kommentárunk. Reméljük azért élveztétek itt az audio kommentár közbeni idő eltolásokat nézzétek el. Hát az volt a legszórakoztató. Én annyiban egészíteném ki, hogy borzalmasan sokat szenvedtem, hogy ezt a filmet el tudjam indítani. Nem biztos, hogy megérte azt a sok kínlódást. Jó, na akkor ennyi lett volna. Én most megyek rózsaszín pólót venni, és akkor találkozunk legközelebb a számozott adásnál. És akkor shalom jól. Sziasztok. Shalom jól. Sziasztok. Sziasztok. Shalom jól. Hello. Ölni. Kölni.